A városközpontokban a gyors, rugalmas és kiszámítható közlekedés legfőbb eszköze a kerékpár, amennyiben ehhez rendelkezésre állnak a jól kiépített kerékpárutak és az egyszerűen hozzáférhető kerékpárok. Szombathely kerékpáros barát fejlesztéséhez kapcsolódóan elkészült egy terv, amely magába foglalja a bicikli úthálózat bővítését és felújítását, valamint a közbringa programot is. Ennek birtokában a város eredményesen pályázott uniós támogatásra. Közbringa program keretében különböző helyeken lehet majd a szolgáltatást igénybe venni. Ilyen helyszín a vasútállomás, a Zadi tér, a buszpályaudvar, a kórház területe, majd az egyetem. Többek közt ezeken a helyszíneken lesznek, és hát a főtéren is lesznek ilyen bringák, amiket aztán a lakosság használni tud. A közbringa program szombathelyi kiépítésére 100%-os támogatás mellett mintegy 80 millió forint áll rendelkezésre uniós forrásból. Egy állomáson 8-10 kerékpárt lehet majd igénybe venni, és nyilván egy másik állomáson lehet ezeket lerakni. Természetesen ez bankkártyával lehet üzemeltetni majd, vagy fog üzemelni, és a szombathelyiek a Szent Márton kártyával kedvezményesen tudják ezeket használni. Én úgy gondolom, hogy mivel a városban nagyon közkedvelt a kerékpározás, és az elkövetkezendő években még jóval több kerékpárút fog épülni. Szombathelyen a viszonylag kis távolságok miatt nagy hagyományai vannak a kerékpározásnak. Sokan ezzel járnak munkába, intézik ügyeiket, bevásárlásaikat. A közbringa program ezeket a lehetőségeket bővíti tovább, és megteremti a feltételeket ahhoz is, hogy a városba vonattal vagy autóbusszal érkezők kerékpárral is megközelíthessék úti céljukat.